Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a valódi bűn Lehet, hogy erre a videóra úgy találtatok rá, hogy néztétek az állatpolgárt, ugyanis onnan is próbálok egy kicsit ide átterelni embereket. Hát, ha érdekli az állatpolgárcsatornámat nézőket, az emberek elleni támadások is. Az állatpolgárcsatornámon állatok által elkövetett támadásokat nézhettek meg, van olyan is, amikor emberek támadnak állatokra, bár ezt ritkábban dolgozom fel, inkább az állattámadásokkal foglalkozok, de vannak ott olyan videók is, amikor állatok, mint kitüntetett háborús hősök, a, a főszereplők és azokról beszélek, úgyhogy ha gondoljátok, akkor nézzetek szét az állatpolgár csatornámon, linkeket pedig leteszem a leírásba. Ebben a videóban ma egy különlegesebb dologról lesz szó, úgyhogy nem annyira véres, trukrámos történetekről lesz szó, de szerintem így is izgalmas a téma. Ha izgalmasnak, érdekesnek találtátok a videót, akkor kérlek a végén nyomjatok majd egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha hasonló videókat szeretnétek tőlem látni, hallani. A mai részben szex botrányokról lesz szó, úgyhogy ezt a videót is csak 18 éven felülieknek ajánlom. Ezek a szex botrányok, ezek nem egyszerű hírességekhez köthetőek, nem zenészekhez, filmszárokhoz, hanem elnökökhöz. Azért is annyira furcsa vagy különleges a, az elnökökhöz kötött botrány, mert azért attól elvárnánk, hogy legalább ő tartsa be az alapszabályokat erkölcsi szabályokat, erkölcsi normákat. Tehát nem szereti az ember, hogyha valaki bort iszik, de vizet prédikál. És ezek az emberek pedig megtették, és nagyon sokan próbálták tagadni, próbálták eltusolni, próbáltak nagyon nevetséges dolgokkal kimagyarázni magukat, de volt egy, aki nem csak hogy nem tagadta, hanem büszkén vállalta. A másik pedig miután már lebukott, akkor is a, a nőket vádolta, a mai napig úgy van vele, hogy igen, megteheti, bár ő nem tette meg, de megtehetné. Annyit még az elején elmondok, hogy az Egyesült Államok elnökeiről lesz szó ebben a videóban, és azt is, hogy valamelyik elnöknek az ügyeit jobban kitárgyalom, vagy amelyeket meg csak így felszínesen érintem. Az első szexbotrány. Thomas Jefferson és Sally Hemings kapcsolatáról lesz szó. Thomas Jefferson az Amerikai Egyesült Államok harmadik elnöke volt 1801-től 1809-ig. Egy nagyon picit az elsőnél már nagyon bele kell mennem, hogy ki is ez a szerető, miért volt szerető, miért nem lett feleség, pedig lehetett volna, mert Thomas Jefferson akkor már nem volt nős, és vegy volt, és miért nem lett ebből a kapcsolatból egy házasság, stb. Úgyhogy ebbe bele kell menni. Amúgy nagyon furcsa, mert a szerető. Amikor elkezdődött a kapcsolat, akkor csak 16 éves volt, és egy rabszolgalányról beszélünk. És azért Thomas Jeffersonnál hozzá kell tenni, hogy ő volt a függetlenségi nyilatkozat főszerzője, a demokrata, a republikánus párt alapítója. Ami még számomra imponáló, hogy a Virginia Egyetemet is megalapította ebben semmilyen egyház, vallás, semmi nem szólhatott bele az oktatásba. Úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt, amit ő megtett. Viszont a függetlenségi nyilatkozat főszerzőjeként mert volt kapcsolatban egy rabszolgával? És ugye ez a kapcsolat, ez most erőszak volt, vagy közös beleegyezés. Egy 16 éves rabszolgalány mennyire mondhatott nemet? Mennyire válogathatott? Nem hiszem, hogy bármilyen lehetősége megvolt erre, bár ha azt nézzük, hogy Jefferson volt az, aki ennyi mindent tett a népiek. Én azt gondolom, hogy ez a férfi azért talán megadta Szelinek azt a döntési lehetőséget, hogy akar-e vele kapcsolatban lenni. Lehet, hogy Szeli csak azt látta ebben az emberben, hogy ő a munkaadója, a nem mondhat nem, de az is lehet, hogy azt látta, hogy, hogy, még mindig jobb vele kapcsolatban lenni, és akkor, akkor talán nem adja tovább, nem kerül más helyre, talán jobb élet lesz. Lehet, hogy ezt látta benne Szelli, lehet, hogy még kedvelte is Thomas jefferson -t. Nem lehet tudni. Szóval ki volt az a Szelli? Térjünk rá, igen, a lényegre. Volt egy rabszolgatató, John Wills. Ő neki volt felesége, és ebből a házasságon belüli kapcsolatból is született gyermek, és John Wales a rabszolgákkal is tartott fönt szexuális viszonyt. Ebből is született gyermek. A házasságból született gyermeknél a legfontosabb, akit ki kell emelni, ő volt Márta. A rabszolgákkal folytatott viszonyából született Sally. Sally és Márta tehát feltesvérek voltak, hiszen mind a kettőjüknek az apja John Wales. Szállinek már nagyon világos bőre volt, fekete, hosszú, egyenes haja, nagyon jól nézett ki, nagyon... Az amerikaiak számára is már egy amerikai, meg egy kicsi angol vér csörgedezett benne, tehát már jobban elfogadták, az amerikai szem is jobban elfogadta, ezt nőt nagyon megkapónak tartották, már nagyon világos bőrű volt, ő már tényleg a, a család tagjaival foglalkozhatott. Bejön a képbe Tomás Jefferson. Tomás Jefferson először is a rabszolgatartó házasságból született gyermekét vett el Mártát. Thomas Jeffersonnak és Mártának lett hat gyermeke. Kevés élte meg a felnőtt abban a hat gyermekből egy élte meg a 24 év fölötti életkort. És amikor Thomas Jefferson felesége beteg lett, haldokolt, ha ha az azt, hogy megígértette, a férfival, hogy nem, hogy nem meg többet, mert nem tudta volna elviselni a gondolatot a nő, hogy más nő nevelje az ő gyermekeit. Thomas Jefferson ezt betartotta, azt mondta, jó, nem nősülök meg többet. Meghalt az asszony. Aztán a férfi karrierje már beindult, és ment Párizsba is különféle körútokra. Magával vitte, kilenc éves lányát is erre a körútra. De úgy volt vele, hogy azért csak kell mellé valaki, aki gondoskodik az ő lányáról. Úgyhogy Márta féltestvérét szellit vitte erre a Párizsi körútra. Sally akkor 16 volt, Thomas Jefferson pedig 44 éves. Sally beleegyezett ebbe a kapcsolatba, de arra kérte a férfit, hogy ebből a kapcsolatból valószínűleg fognak születni gyermekek, és ha, ha, születnek, akkor azokat 24 éves korukban szabadítsa fel. És amúgy ez így is lett, 6 gyerek született, ebből 4 megérte a felnőttkort, és mind a négyet felszabadította Thomas Jefferson. Amúgy Szellit valahogy egyértelmű, mint rabszolga, soha nem vette és a nő, amikor már öregebb volt, idősebb volt, a fiai nál lakott, és a fiai házában, valamelyiknek a fiának a házában halt is meg. Ez számomra még különösebb, hogy Thomas Jefferson, aki harcol az emberekért, és az egyházmentes oktatásért, és függetlenségi nyilatkozat főszerzője, egy olyan házasságba ment bele, ahol bár 45 négyzetkilométernyi földterület is járt, és jött vele 135 rabszolga. Azért mennyire furcsa, hogy egy ilyen korban vagy, 135 rabszolgád minimum van, ugye azt csak a nő hozta a házasságba, és rabszolga a szeretőd, meg egy csomó gyereked is lesz tőle. Nem tudom, nekem ebben az a furcsa, hogy mennyire, mennyire volt szabad választása Szellinek, mennyire volt neki függetlensége. És mennyire volt szabad akarata. Nem tudom. Tehát ez volt az első szexbotrány, amit próbáltak utána később tagadni. Aztán végül is a DNS teszt bebizonyította, hogy ez így volt. Az utótóktól vettek vért, és ö, bizonyítható volt, hogy Jeffrey kapcsolatú ez a családhoz. De térjünk rá a második elnökre. Ő volt. Grover Cleveland, ő a 22. és a 24. elnök volt, demokrata elnök. Mária Halpinnal létesített kapcsolatot. Ennél a férfinál nagyon-nagyon meglepődtem ennél az elnöknél, mert hát azért mondhatni fölnövelte a saját feleségét. Cleveland a 20-as éveiben az ügyvédi partnerével nagyon jó kapcsolatot ápolt. A legjobb barátja volt neki, Oscar Folsom a férfinak már volt családja, volt felesége, és egy lánya is, Francis. Oscar nagyon szeretett autókázni, és nagyon vakmerően száguldozott. Egy ilyen szágoldozásnál tragédia történt, és a férfi Oscar meghalt, méghozzá végrendelet nélkül. Oscar felesége azt hitte, hogy majd Cleveland ad neki egy házassági ajánlatot, hiszen mindig is foglalkozott a családdal, mindig is látogatta őket, és érdekelte az ő sorsuk. Azonban Cleveland nem tett semmilyen házassági ajánlatot, támogatta a családot, de még egyszer meg is jegyezte viccesen, hogy hát inkább fölnevelem az én kis mennyasszonyomat. Mindenki nevetett ezen. De ezt nagyon sokan tényleg csak viccnek gondolják. De ez nem így történt. A férfi már akkor odáig volt a 9 éves francis -t. Amikor a lány betöltötte a 21. életévét, akkor ment hozzá a 49 éves Clevelandhez. Cleveland elnök lett, és Francis lett a, a, legfiatalabb first lady. Mindenki el volt ájulva francis egy nagyon megkapó jelenség volt, mindenki nagyon szerette, kb. olyan lehetett, mint Angliában Diana. Cleveland amúgy nem nagyon szerette, hogyha Francis a nyilvánosság előtt szerepel, vagy ott mutatkozik, de bármikor megjelent a nyilvánosság előtt, Francis elbűvölte a közönséget. És emiatt sem nagyon hittek annak, hogy a házasság előtt Clevelandnek lett volna bármilyen szexuális erőszakos kapcsolata mással. Vagy ha felismerült ezt, a nép nem akart elhinni, mert annyira szerette ezt a párost, annyira szerették francis hogy az emberek hinni akartak, hogy van egy ilyen, ilyen szép kapcsolat, amiben egy ilyen szép nő van, és annyira szerették ezt a, ezt a feleséget, hogy elnézték a férfinak a, a, a múltját. Akartak egy tündérmesét látni, és nem akarták meglátni azt, ami mögötte van. Bár eleve, hogyha ennek néztek volna a házasságnak mögé, akkor is már furcsa lett volna, hogy, hogy van egy 27-28 év korkülönbség a házaspár között, és a férfi effektív felnevelte a saját menyasszonyát. Amúgy ezzel kapcsolatban majd lesz még egy videó, mert, mert, más híresség is csinált ezt. Visszatérve Clevelandre, a házasság előtt elvileg egy áruházi eladónak udvarolgatott. Az áruházi eladónak maga az udvarás ténye tetszett, de nem akart Clevelandtől semmit. Egyszer volt, hogy hagyta, hogy a férfi udvaroljon neki. Elkísérte őt, a nőt a, az apartmanjáig. A nő nem hívta föl, a férfit, de ő magától fölment, és elkezdett erőszakoskodni, és megerőszakolta a nőt. Ezt állítja a nő. Majd elvileg a nő egy második találkozót is kért, hogy beszámoljon Clevelandnek, hogy ő terhes lett, és hogy mi legyen a következő lépés. Itt ugye a második találkozás, ez megtörtént, de itt két verzió van. A nő azt állítja, hogy a, a férfi tagadta az egészet, hogy, hogy nem tőle van a gyerek, és és megfenyegette a nőt, hogyha ezt nyilvánosságra hozza, akkor elveszi a nő gyerekét, és őt bezáratja, úgy van diliházba. A férfi pedig azt állította, hogy igen, igen, meg volt a második találkozó is. Szintén közös megegyezéssel, mint az első alkalommal, itt is közös megegyezéssel lefeküdtek, és igen, volt gyerek, de az nem tőle van, hanem egy ismerősétől, a férfinak ez egyik ismerősétől, de mivel ez a férfi ismerős családos, ezért ő inkább magára vállalta, ugye mondom még egyszer, Cleveland akkor még nem volt nős, tehát Cleveland elvileg csak azért vállalta magára a gyereket, hogy mentse, a haverját, aki családos, és ő csinálta a gyereket ennek a nőnek. Hát számomra ez extra hülyesség, főleg azért, mert miért vállalta volna magára, hiszen ő neki már ott van a kis aki akit éppen nevelget, hogy majd elveszi. Na mindegy, hogy ezzel lát elő Cleveland. Amikor a nő megszülte a gyermekét, Harpint bezáratta egy elmegyógyintézetbe. A nő nagyon nagy szerencséje az volt, hogy az igazgató nézett utána az ügynek, és látta, hogy a nő nem szenved sem ilyen emezavarban, hogy ez csak egy ilyen politikai viszony volt, egy politikai dolog miatt lett a nő ide bezárva. Úgyhogy az igazgató ki is engedte ezt a nőt, mert a nőnek ott nem volt szava, ő hiába mondta volna, hogy ő nem, nem csinált semmit, vagy, vagy ő nem bolond. Ha is férfialda bezártak ott, és maradt volna, szerencsére az őt kiengedte. A gyereket pedig Cleveland, hogy lássa a nép, hogy ő mennyire gondját viseli a gyereknek, ugye mondta, hogy hát nem az övé, de ő viseli gondját, de odaadta egy családnak, is, és azok nevelték. De hogy milyen jó családba került ez a gyerek, tehát látszik, hogy ő mennyire gondját viseli egy olyan gyereknek is, ami nem az övé. Tehát még ő próbált jól kijönni ebből az egészből, aztán megpróbálta a nő hírnevét is befeketíteni, azt mondta, hogy ez a nő amúgy is egy iszákos, mindenkivel lefeküdt. Ezt nagyon-nagyon sokan megcárfolták. Azt is mondták, hogy Cleveland volt maga, aki iszákos volt, és ha volt, akkor ő nem tartotta be, sem, nem tartott be semmilyen erkölcsi normát, úgyhogy ez Cleveland jelenző, nem a nőre, ráadásul a nőnek már volt két egy gyermeke, a nő volt. És mindenki, ahonnan a nő származik, megerősítette azt, hogy a nő egy nagyon visszafogott nő volt, és nagyon visszafogottan is öltözködött, mégis bárha megjelent, azért megkapta a férfiak szemét. Nagyon szép, fekete, dús haja volt, és ha csak simán fölcsatolta, akkor is a férfiak észrevették őt. Azt is elmondták, hogy ő egy templomba járó nő volt, a papok is, a barátok is, mindenki azt mondta, hogy ez a nő visszafogadtan viselkedik, bárhol van, és nagyon valószínű, hogy a férfi támadt a nőre. Az eset pont az elnöki választási kampány előtt jött ki, tehát ez a botrány, sokan azt mondták, ő is azt mondta, hogy hát csak az ellenfelek találják ki, ők akarják így alakítani, hogy ő ne nyerjen az elnök választáson. Ennek ellenére nyert az elnök választáson, és bár 1888-ban elvesztette újra választását, 1892-ben ismét elnyerte az elnöki posztot. Ezzel ő az egyetlen olyan elnök, aki nem egymás követő ciklusban tölti be a hivatalt, Francis a férje halála után újra a férjhez ment, ekkor már azért egy korban sokkal közelebb, hozzá közelebb álló férfihez ment feleségül. A következő, a harmadik szexbotrány, az Warren Hardinghoz köthető, ő az Egyesült Államok 29. elnöke 1921-től 23-ig volt hivatalban. 1927-ben Nen Britton írt egy könyvet, amiben azt állítja, hogy ő hat évig volt az elnök szeretője. És ebből a viszonyból egy gyermek is született. Britton ebben a könyvben azt is leírja, hogy az elnök hogyan vette el az ő szüzességét egy New Yorki szállodai szobában, hogyan szexeltek egy fehérházi szekrényben. Hogy milyen kis szűk hely volt, sötét volt, de az elnök ezt élvezte. Harding 1923-ban halt meg, ettől függetlenül halál után is az ő szövetségesei nem britont szajhának, aranyásónak, hazugnak nevezték. Azonban 2015-ben történt egy DNS-teszt, ami megállapított, hogy igenis nem britonnak volt igaza, hiszen ettől az elnöktől született neki egy gyermeke. Harding szexuális étvágyát az is bizonyítja, hogy nem csak Briton mondta azt, hogy viszonya volt ez az elnöke, hanem Kerry Fulton Phillips-nek írt levele is ezt bizonyítják. Ezeket a leveleket a nő, ez a szerető, el is égette, miután meghalt az elnök, de pár levél azért megmaradt, fennmaradt. Ebben nagyon részletezi az elnök, hogy miket szeret a nővel szexuális együttléteik kapcsán. Nagyon forró hangvételű levelek ezek. Ezeket a leveleket Harding 1910 és 20 között írta. Sokszor hivatali, szenátusi levelekre írta ezeket a, a szexuális hangvételű szerelmi vallomásokat. Philips később azzal fenyegetőzött, hogy ezeket a, a leveleket felfedi nyilvánosságra hozza. Ez pont akkor történt, amikor Harding indult az elnök választáson. A nő röviden szólva ki lett fizetve, úgyhogy ezek a levelek akkor nem kerültek nyilvánosságra, és Harding ekkor megnyerte az elnök választást. Harding 1923-ban halt meg hirtelen, és nagyon sokan azon gondolkodtak, hogy esetleg Florence a feleség mérgezhette meg a férfit, mert már nem bírta elviselni ezeket a különböző szexuális kapcsolatokat a férfitól a negyedik szexbotrány Franklin Delano Roosevelthez köthető. Ő volt az Egyesült Államok 32. elnöke. 1933-tól 1945-ig négy cikluson át volt elnök. Roosevelt elnök 1945. április 12-én hirtelen halt meg, de nem a feleségével volt ekkor, hanem a szeretőjével. Eleanor Roosevelt Washingtonban, Lucy Mercer Rutherford pedig az elnökkel a georgiai nyaralójában tartózkodott. Ezt a halálesetet nem igazán lehetett kimagyarázni. Lucy Mercer rutherford való kapcsolata Rooseveltnek ez nem egy futó volt. 30 éven át tartott. 1914-ben találkozott Roosevelt Lucy-val. Lucy-t titkárnőnek vették föl Eleanor mellé. A nő a család tagja lett akkor még Eleanor is úgy gondolta, hogy csak annyira jó titkárnője lett neki, ilyen személyes titkárnője, hogy olyan, mint a családtag lenne. Hát később kiderült, hogy más azért komolyabban értelmezi ezt a kapcsolatot. 1918-ban pont csomagolt ki a férjének, a, csomagolt ki a férje bőröngyét, amikor is megtalálta Lucy és férje közti nagyon bizalmas levelezéseket. Eleanor azt mondta, hogy ekkor szembesült a körülötte lévő világgal. Eddig egy álomvilágban élt, de most már a kőkemény valósággal nézett szembe el szeretett volna válni, legalábbis felajánlotta Rooseveltnek, de a férfi azt mondta, hogy most kezd felívelni a politikai karrierje, úgyhogy ez nem vetne rá túl jó fényt. Tehát nem azzal győzte meg ellen hogy ő nagyon ezt szereti, sőt ennyi erővel elválhatott volna és elvette volna lucy de a vállás ez nem nézett volna ki annyira jól, úgyhogy inkább lucy megtartotta szeretőnek. Bár Eleanor azt mondta, hogy csak akkor marad együtt Roosevelt el, hogyha a férfi többet nem viszi az ágyából úszít, és soha többet nem találkozik vele. Hát ezt a férfi megígérte, és az első részét be is tartotta, soha többet nem viszi az ágyába. Hát ez, ez részben így volt, hiszen nem abba az ágyba vitte. Azt is mondják, hogy Lucy még az elnök beiktatásán is részt vett, egy limuzin hátsó ülésén bujkálva nézte végig ezt a beiktatást és valószínűleg egy átnevet használt bármikor, amikor ment a fehérházba, és ekkor találkozhatott titokban az elnökkel. Kettejük közti levelezések fennmaradtak, és ebben nem konkrét a dolgokat írnak, hogy mikor és hol találkoznak, hanem mindig utalnak egy-egy konkrét időpontra, ami már megtörtént. Bizonyos helyeket is konkrétan említenek, de mindig ahhoz kötik, hogy emlékszel, Lucy, amikor Eleanorral ebbe meg ebbe a parkba mentél, ekkor meg akkor. Ami mindig azt jelentette, hogy ekkor meg akkor legyél abban a parkban te. Tehát egy ilyen kódolt levelezés folyt köztük. Sokan azt gyanítják, hogy nem csak Lucy volt az elnök szeretői listáján, több apróbb kapcsolata is volt, viszont Lucy volt az, akivel évtizedeken át tartott a kapcsolata, és Lucy volt az, aki ott volt az elnök utolsó lélegzetvételekor is. Az Egyesült Államok 34. elnöke Dwight David Ike Eisenhower. Ez azért furcsa kapcsolat, mert Eisenhower sofőrje volt Kay Summersby, és a kapcsolatuk akkor kezdődött, amikor Eisenhower mint tábornok volt, a szövetségesek legfőbb parancsnoka, Európában volt a második világháború alatt. Akkor nevezték ki K.S.M.S.B-t Eisenhower sofőrének. Sokan azt mondják, hogy ez a kapcsolat nem teljesetett be, szerelmesek voltak egymásban, nem volt szexuális kapcsolat, persze sokan azt mondják, hogy volt. Ezt a kapcsolatot azért sem szeretik sokan elfogadni, mert Eisenhower felesége, Mimi, az ő kapcsolatukat egy, egy nagyon ideális, Egy nagyon boldog kapcsolatnak ő, látták a nyilvánosság, nagyon szerette ezt a kapcsolatot, és Mimi is nagyon meghatóan beszélt a férjéről. Kay vel való szexuális kapcsolatát, ezt a félrelépést, ezt, ezt nem nagyon akarta a nyilvánosság elhinni, akármennyire volt igaz. Kay azt mondja, hogy ő nem akart előállni ezzel a, a kapcsolattal, felfedni ezt a kapcsolatot, viszont már valaki más, politikából, utalt erre a kapcsolatra, és úgy volt vele, hogy akkor inkább ő mondja el, hogy mi történt, mint hogy más valaki, aki csak úgy félig meddig tud erről a kapcsolatról, és úgy adja elő, hogy akarja. Akkor inkább ő, mint résztvevő, mondja el, hogy mi történt. Ez a más valaki, aki beszélt erről a kapcsolatról, ő volt Harry Truman, és 1973-ban Truman állítólag azt mondta az életrajzírójának, hogy Eisenhower-nak ugye viszonya volt summersby és azt is állította, hogy 1945-ben még a feleségét is megpróbálta elhagyni, hogy a nővel legyen, a szeretőjével, de ekkor a hadsereg vezérkari főnöke azt mondta, hogy ha Eisenhower elhagyja a feleségét, akkor véget vet az ő karrierjének, politikai karrierjének, a hadseregben a karrierjének, és úgy megveri, hogy még levegőt is alig fog tudni venni. Úgyhogy Eisenhower valószínűleg a politikai karrierjét féltve, maradt a feleségével, és Szemezbét pedig megtartotta, mint szerető. Sokan Trumannek ezt szállítását az azért vonják kétségbe, mert köztudott volt Truman és Eisenhower közti ellenségeskedés. Azonban ezt a kapcsolatot Eisenhower életrajz írója megerősítette, legalábbis azt mondta, hogy azért ez a kapcsolat nagy súlyjal bírt. Azt is mondja, hogy hát az, hogy most beteljesült ez a szerelem, vagy nem, az kétséges, de hogy szerelmesek voltak egymásba, az kétségtelen. A hatodik John Kennedy ügye. Ő volt az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke 1961-től 1963-ig. Jackie Onassis pont besétált a szenátus irodaházába, amikor is a férje pont egy orális szexet kapott. Tehát Jackie rajta kapta kimagyarázhatatlan a helyzetben a férjét. Ekkor elment apósához, és azt mondta, hogy válni szeretne. Az apus egymillió millió dollárt ajánlott föl Jackie-nek, hogyha benne marad ebben a házasságban. Jackie maradt. Nem tudom, hogy csak az egy millió dollárért, vagy bízott abban, hogy az apus beszél a férjével, és talán még helyre helyrehozható ez a kapcsolat a Jackie és a férje között. Bár azért a, a pénzt azért egy nagy úrnak tartom, hiszen Jackie azt mondta az apusnak, hogyha a férje bármelyik szajhával is le is fekszik, de bármilyen nemi betegséget összeszed, és azt hazaviszi, és ugye Jackie beteg lesz, akkor 20 millió dollárt fog követelni. Valószínű, hogy Jackie akkor nem nagyon tudta, hogy nem csak, hogy ez kellemetlen, ez a betegség, de van a halálos kimenetelő is. Úgyhogy valószínűleg a pénz dominált. Meg azért azt nem szabad elfelejteni, hogy milyen befolyással bírnak ezek a politikai személyek, úgyhogy valószínű Jackit más módon is. Ha nem is megfenyegették, de hatással voltak az ő döntésére. Kennedynek több viszonya is volt állítólag striptisztáncosokkal, egyetemistákkal, gyakornokokkal is folytatott szexuális viszonyt, valamint a társaságban is udvarolgatott nőknek. Kennedy leghíresebb viszonya, amit sejtenek, az a Marilyn monroe -val való viszony. Amikor Marilyn elénekelte azt a híres dalt, akkor a nyilvánosság egy nagy undort érzett, mert úgy voltak vele, hogy Marilyn úgy adta elő ezt a dalt, mint hogyha épp azt hallgatnák végig, hogy egy szexuális aktust hajt végre az elnökkel, annyira tele volt erotikával az ének, Marilyn éneke. Olyan előadással adta ezt elő, hogy ez nem tetszett a népnek, és szinte biztossá vált, vagy megbizonyosodott a nyilvánosság, hogy igenis van viszony kettejük között. Monroe masszőrje azt mondja, hogy egyszerűen, amikor a nőnél volt, akkor Morro kapott egy telefonhívást, és a konkrét beszélget is nem hallotta, de azt hallotta, hogy a telefon másik végén egy olyan férfi beszél, akinek bosztoni akcentusa volt. Ezért is gondolhatta, hogy Marilyn Kennedy-vel beszélget. Marilyn azt mondta, hogy 1961-ben találkoztak, egy vacsorán az elnök és ő. És 1962. márciusában volt egyes, este, amikor szexuális viszonyt létesítettek, tehát egyetlen egyszer volt köztük szexuális kapcsolat. Hát ezt csak ők tudhatják a pontos számokat. Azt azonban mindenki tudja, hogy nagyon korai véget ért mindkettőjük élete. Marilyn túladagolásban halt meg 1962. augusztus 4-én, egy bérgyilkos, pedig alig egy éve később, 63. november 22-én ölte meg kennedy -t. Tehát bármilyen kapcsolat is volt Marilyn Monroe és John Kennedy között, az nem tartott sokáig, hiszen mindketten az életük nagyon korai szakaszában meghaltak. A következő elnök Lyndon B. Johnson, és az ő szex botrányairól lesz most szó amik nem is voltak a botrányok, mert ő nem érezte annak, ő nyíltan fölvállalta, ő egy interjúban is azt mondta, hogy ha őt látják a Fehérházban lévő ideje alatt, ha ő bemegy egy nő hálószobájába, vagy látják, ha éppen kijön a nő hálószobájából, igen, ez megtörténhet, de ez senkinek semmi köze. Nagyon sok szerelmi kapcsolata volt. Például kapcsolata volt Alice Glassa egy újságmágnás feleségével. És hogy ez mennyire mutatja az ő nem törődömségét, vagyis hát inkább az a lazasságát, hiszen ha egy újságmágnás feleségével tart viszonyt, akkor számolhatott volna az a ténye, hogyha lebukik, akkor az újságmágnás valószínű mindenhol megpróbálta volna az elnököt, az ő hírnevét alásni. De őt még ez sem érdekelte, johnson ugyanúgy kikezdett annak a férfinak a feleségével. Volt még viszonya, Helen Gehegen douglas aki színésznőből lett kongresszusi képviselő. Madeleine Brownnal is viszony kezdett, ő egy üzletasszony volt, és a nő azt mondta, hogy megszülte a férfinak a fiát. Emre nagyon sok nővel flörtölt, csábította el, viszont zaklatta is őket. Köztudott volt róla, hogy tapogatta a nőket, olyan megjegyzéseket is tett, ami eléggé erőteljes, vagy eléggé szexuális tartalmú, Plusz, hogyha valaki nem tetszett neki nőben, azt szóba is tette. Ha egy női munkatársa egy kicsit túlsúlyos volt, akkor igenis megmondta neki, hogy akkor fogjon le. Ő neki azt számít, hogy az irodában jó alakú nők járkáljanak. Azt is mondták, hogy olyan nőket akart csak fölvenni, akik hátulról is jól néznek ki. Szép a háta, szép a feneke, mert azt mondta Johnson, hogy amikor ezek az alkalmazottak kisétálnak az ő irodájából, akkor ő egy ilyen kellemes látványt akar látni. Ezen kívül Johnson dicsekedett péniszére. Jambónak nevezte azt óriásinak. A kongresszuson is éppen a, a fürdőben volt, és ott voltak a többi kongresszusi képviselők. Akkor is előrántotta és dicsekedett, hogy ő neki mekkora van, és hogy láttatok-e már ekkorát. Volt neki férfi és női alkalmazottja is, és mind a kettőnek előszeretettel diktált a fürdőszobából. Valószínű azért, hogy véletlenül megvillantsa az ő büszkeségét, akár a nők előtt, akár a férfiak előtt. Férfiak előtt azért, hogy hát ez a tipikus kinek a, kinek a nagyobb a nők előtt meg valószínű azt hitte, hogy ez a csábítás első <laughs> fázisa. Tehát Johnson már elkezdtem majd, nem a dickpikkeknek a küldését, csak ő élőben mutogatta. És szerinte ez teljesen normális volt. Amúgy ő megúszta a mindenféle szexbotrányokat, valószínű azért, mert már annyira nyíltan csinálta, hogy ebből már nem lehetett botrányt kerekíteni. Persze ez nem ezt jelenti, hogy ez elfogadható dolog. Mondanám, hogy azóta megváltoztak a dolgok, és már ezeket az emberek nem tehetik meg, de azért a hatalommal való visszaélés, mai napig mindenhol jelen van, ezt tudhatjuk, láthatjuk, akármelyik médiában, nem csak külföldön és nem csak Amerikában. Hiszen máshol is hallottuk már azt, hogy ha valaki elnök, akkor ő bármit megtehet. A nyolcadik szexbotrány a 42. elnökről fog szólni. Ő 1993 és 2001 között volt elnök, ő volt Bill Clinton. Bill Clinton és Monika Lewinsky. Az ő esete egy igazán mély nyomot hagyott Amerikában, ugyanis ez a nő felvállalta, hogy mi történt, részletesen elmondta, és voltak neki bizonyítékai. Ami amúgy a bizonyíték az nagyon furcsa, hogy ha ő nem készült volna erre, akkor nem lett volna bizonyíték, hiszen egy olyan ruhaneműt rakott el Mónika Luinszki, általában azt egy jobb érzési nő, ha megtörténik a baleset és a ruhára kerül a spermája Clintonnak, akkor az valószínű egy szerető kimossa. 1998. január 26-án Bill Clinton egy műsorban még azt állította, hogy Monika Luniszkinak ez a vágya, ez hamis. Ő nem volt szexuális kapcsolatban, nem állt szexuális kapcsolatban a nővel. Mónika ekkor 22 éves volt és gyakornok. Ellentétben a többi elnökkel, akik próbálták eltusolni az ügyeket, vagy megrágalmazni a rágalmazót, vagy a, a perlőt. Nos, Bill Clinton kiállt a nyilvánosság elé. Az egy dolog, hogy azt mondta, hogy ez nem igaz, de kiállt a nyilvánosság elé. Aztán végül is kiderült, hogy egy közel másfél éves viszonyt folytatott a nővel. 1995. november 15-én az elnök meghívta Luinszkit a magánszobájába, és megcsókolta. Ezt maga Luinszki mondta, hogy amikor az elnök behívta, egy picit beszélgettek, eddig is érezték már egymás között a kémiát, és az elnök megkérdezte őt, hogy megcsókolhatja. Mónika azt mondta, hogy igen, és itt kezdődött el az egész. Később egy vallomásában azt is mondta, elmondta Mónik, hogy hogy került Clinton spermája az ő szoknyájára. Arról is beszélt, hogy egy alkalommal az elnök egy szivarral hatolt belé. Bill clinton ezért felelősségre vonták, de annyira nagy ügy ebből nem lett. Persze média botrány lett belőle, de akkor az elnöknek, lehet, hogy kellemetlen volt, de csak felelősségre vonták, és megúszta felmentéssel. Emellett, amúgy számos szexbotrány is kapcsolható az elnökhöz. Még az elnöki hivatalba lépése előtt, az 1992-es kampány során egy Jennifer Flowers nevű nő azt állította, hogy házasságon kívüli kapcsolata volt Billel. Aztán, amikor már az Arkansas kormányzója volt, Clinton, akkor előállt Paula Jones nevű nő, és azt mondta, hogy a férfi szexuálisan zaklatta őt. Más nők, köztük Juanita Broderick, Kathleen Willey és Leslie Milvey szintén nem megfelelő szexuális viselkedése vádolták Clintont. Broderick még nemi erőszakkal is megvádolta őt. Clinton tagadta a vádak többségét, de eskü alatt elismerte, hogy közös megegyezéssel valóban volt kapcsolata Flowers-szel és lewinsky -val. A kilencedik, Donald Trump. 2017-től 2021-ig volt elnök, ő volt a 44. elnök. Ő már 78 éves, de ez nem azt jelenti, hogy most sem viselkedne úgy, ami néha nem megfelelő, vagy ne lett volna a múltjában olyan, ami megkérdőjelezhető. A férfit számos nővel hozták már kapcsolatba, még a volt felesége is vádolták őt, amikor vállásban voltak, akkor volt a férfinak szexuális erőszakos megnyilvánulása, de ezeket később visszavonták. De Donald Trumpot az 1970-es évek óta 25-26 nő vádolta meg szexuális zaklatással vagy nemi erőszakkal. A szexuális zaklatásba az is beletartozik, ugye, hogy tapogatta, annak ellenére csókolta meg a nőt, hogy a nő azt nem akarta, úgyhogy számos ilyen dolgot tett meg, besétált mesztelen, félmesztelen tini szépségversenyzők közé. A lányok éppen öltöztek át két műsorszám között, és a férfi simán besétált, és azt mondta, hogy ő neki ebből nem lehet baja, hiszen ővé volt a Miss Universe franchise, és ő simán azt mondta, hogy megteheti, ezt ő megúszza, hiszen az ővé az egész franchise, hogy ne tehetné meg? Úgy volt vele, hogy ezek a lányok, ezek a tinédzserek, ezek az ő tulajdonai, termékei. Aztán, amikor ugye ezek a, jöttek nyilvánosságra ezek a dolgok, azt mondta Donald Trump, hogy igen, mondtam én ilyet, hogy megtehetem, de mindent tagadott, és azt mondta, hogy de nem tette meg. 2016-ban a második elnökválasztási vita előtt kikerült egy olyan beszélgetés is, amiben Trump azt mondja, hogy ha sztár vagy, akkor mindent megtehetsz, mindent hagynak, úgyhogy csak markold meg a nők nemi szerveit. Persze ő ezt ennél vulgárisabban mondta. Ez, amikor kikerült, ekkor is azt mondta, hogy lehet, hogy mondtam ilyet, hogy te mindent megtehetsz, meg mindent megúszol, meg ők úgy is akarják, úgy tedd meg, hát te vagy a sztár. Lehet, hogy mondtam, de nem tettem meg soha semmi ilyet. Ennek ellenére ez a botrány vezetett Trump első nyilvános bocsánatkéréséhez. És ez nem azt jelenti, hogy ő megbánt valamit, vagy nem úgy gondolta, csak bocsánatot kért. Ennek ellenére nyerte meg az elnök választást. Amikor mindent tagadott, amikor azt mondta, hogy ő, ő, csak ezt mondta, de nem tette meg, na, ekkor kezdtek előlépni a nők. És minél több nő lépett elő, annál több nő csatlakozott ehhez a sötétből való előlépéshez, hogy ők is megvádolják a férfit különféle szexuális zaklatásokkal. Ugyanis egymaguk nem érezték magukban azt az erőt, hogy, hogy fellépjenek egy ilyen ember ellen, akinek ennyi pénze van és ennyi hatalma. 2019-ben Jane Carroll lépett elő, és ő azt mondta, hogy Trump őt egy öltözőben megerőszakolta. Trump azt állította, hogy soha életében nem találkozott ezzel a nővel, azonban egy 1987-es fotó előkerült, nyilvánosságra került, amin Jane Carroll és Donald Trump egy fotón vannak. 2023-ban megállapították, hogy Trump felelős a nő szexuális zaklatásában és a nő elleni rágalmazásban is, és ezért Jane Carroll 5 millió dollár kártérítést kapott. Miért nem volt felelős a nemérőszak vágyjában? azért, mert újjal hatolt be a nőbe, és bár ez nem közös megegyezéssel történt, azért nem számított nemi erőszaknak, mert akkor annak az államnak a törvényei értelmében csak az lett volna a nemi erőszak, ha ő a nemi szervével, a péniszével hatol be a nőbe. Az, hogy az ujjával hatolt be, annak ellenére, hogy a nő azt nem akarta, az nem volt nemi erőszak. Az csak szexuális zaklatás. Később tovább folytatódott a per, és Jane Carrollnak még további 83 millió dollárt ítéltek meg. Trump azt mondja, hogy minden ellene felhozott szexuális zaklatás, nem jelőztek, bármi ilyesmi, azok csak vádak. Azok azért történtek, mert média történt, összeesküvés és politikai rágalomkampány. Tehát semmi nem igaz, amit ellene felhoztak, ez, ez mind csak ellene irányul. 2016-ban azt is mondta, hogy ő beperel minden nőt, aki ellene szexuális zaklatás miatt pert indít. Még hogyha igaz is, hogy megtörtént a szexuális zaklatás, akkor kevés nő mer utána kilépni a nyilvánosság elé, hiszen ez egy, nyílt nem, egy még ha igaza van, akkor is visszaperel. Mit tud tenni egy Trump ellen, akinek annyi pénze van jó ügyvédekre? Aztán mégiscsak 2023-ban Jane Carol, Nyert 83 millió dollárt a férfi ellen, és kiderült, hogy tényleg Trump tette meg vele. Számos ügy került napvilágra. 2018-ban a Wall Street Journal jött elő azzal a történettel, miszerint 2016. októberében Trump ügyvédje lefizette Stephanie Clifford felnőtt filmes színésznőt, akit Stormy Danielsként ismertek, hogy elhallgasson -e egy 2006-os botrányt. A Wall Street Journal ezzel a történettel januárban jött elő, aztán márciusban danielle készült egy 60 perces interjú is. Abban a nő elmondta, hogy ő 27 éves volt, amikor találkozott az akkor 60 éves trump -al. Elkezdtek flörtölni. Azt mondta neki Trump, hogy te különleges vagy, a lányomra emlékeztetsz. Ezt más uh, interjúkban is mondta, hogy ha a lánya nem az ő lánya lenne, akkor szívesen járna vele és akkor utána próbálták kimagyarázni, hogy arra gondol, hogy a lánya mennyire tapra esett, mert milyen jól néz ki, és ezt ő hülyen fogalmazott, de nem a lányával akar kapcsolatot, csak próbálta a lányát valahogy megdicsérni. Elég hülye jött ki. Aztán jön itt Daniel, aki azt mondja, hogy a lányomra emlékeztetsz. Ez azért is furcsa, vagy guztustalan, mert utána meg kapcsolatba kezdtek. Ezt mondja Daniel, Trump amúgy következetesen tagadta az egészet az elnöki szexbotrányokról. Most ennyit szedtem össze nektek, ennyi történetet, és ezek csak pár botrány, és ki tudja amúgy, hogy mennyi van elrejtve a nyilvánosság elő. Ki tudja, hány embert fizettek le, hogy ne álljon a nyilvánosság elé, hány embert hallgattattak el más módon. De így is elég sok ilyen botrány van. Ha közös megegyezéssel történik, szerintem ahhoz Úgymond semmi közünk, de amikor egy ember kihasználja hatalmát, és úgy érzi, hogy bármit megtehet, akkor az igenis a nyilvánosságra tartozik. Mert ha a hatalmát így a nőkkel szemben ennyire kihasználja, akkor az olyan vezető is lehet, és talán annyira érdekli más ember sorsa, mint amennyire érdekli, hogy a nőkkel éppen mit tesz, vagy mit tett. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem a következő részben találkozunk. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Sziasztok! Happy birthday, Mr. President.